fodrásznak az egyik legfontosabb tulajdonsága a vendéggel való kapcsolattartás. De vajon mi a véleménye a mestereknek erről? Hogy mit kell tenni, amikor a vendégekkel beszélget az ember. Erre egy nagyon jó példám van. Oda járt az édesapa, meg a gyereke is. És akkor beszélgettünk egymással, legközelebb mit tudom én, jött az apa, hogy mit mondott a gyerek. Nem szabad kiadni semmit. Ez egy annyira fontos valami, hogy nem mondom el, hogy... Hát amit én beszélgetek a vendéggel, az világos, hogy nem megy tovább. Hát ezt így kell csinálni. Tehát olyan 16-17 éves lehettem, amikor egy vendégem, aki ugye 40 éves volt akkor, ugyanolyan korú gyerekei voltak, ami akkor nagyon nagy differenciának tűnt, egy 16 és egy 40 év. Ma már nincs akkora differencia, mert ruhába, öltözködésbe már megközelítjük a fiatalokat, és egy kicsit próbálunk. Na, a vendég azt mondja nekem, hogy én milyen kapcsolatban vagyok a szüleimmel. Mondtam, hát ebben ne folyjunk bele, de miért kérdezi? Azt mondja, mert neki van két gyereke, és nem tud kapcsolatot teremteni. Egy vezető beosztású ember volt, jól keresett, de nagyon konzervatív volt. Én közgazdász volt az ember, és én egy kicsit olyan kockafejűnek tartottam, de ezt nem mondtam neki, de a közgazdászok általában egy kicsit olyan kimértek és tartózkodók. És mondom neki, hát legyen talán egy kicsit bizalma a gyerekekhez, bízom bennük. Menjenek el hétvégén valahova a weekendre a feleségével, a lánynak, fiúnak mondja meg, csináljanak házi bulit, tegye tele a hűtőt, és az legyen a kérése, hogy ne igyanak, és ne hagyjanak koszt. Na, hazajöttek vasárnap, két gyerek ott állt, nagy rendet teremtve. A gyerekek azt várták, hogy na most majd mit fognak kérdezni, és azt mondták a szülők, hogy azt mondtuk a gyerekeknek, na milyen volt, hogy éreztétek magatokat is. Kiol, föloldottak a gyerekek, és bejött hozzám legközelebb, hozott egy üvegpezsgőt. És ezt elmesélte, hogy azóta vannak, érzi, hogy gyerekei. Mondom, megkérdeztem, hogy miért, és elmesélte a sztorit. Más frizurát készítettem neki, modernabbul kezdett öltözni. Azt mondja, a fiam megy a anyjával karomfogva, a lányom belém karol az utcán. Tehát ez a bizonyos, azért meséltem el ezt, mert ez egy tényleg olyan sztori, hogyha nincs meg a kontaktus a gyerekek között, vajon miért nem gondolkodnak el? És ez egy abszolút tanulságos volt, és tőlem kérdezte. Én nagyon meglepődtem, és én nagyon boldog voltam, hogy ez összejött. A mai világ egy kicsikét arctalanná vált. Ugye mindenki bepötyögi a barátjának az üzenetet, a hozzátartozójának az üzenet, kész. Na most, hogyha bejön hozzánk a vendég a székbe, magától értetődik, hogy az én fülemen nem lóg a headset, nincs a kezemben mobiltelefon, én megpróbálok valamiféleképp kapcsolatot teremteni, vagy a vendég próbál velem kapcsolatot teremteni. Ez a legfőbb dolog, ugye minden vendégtől lehet tanulni. Mi egymástól is tanulunk, mindenkitől lehet tanulni, hogyha az ember a szakmából, de nem csak a mi szakmánkra vonatkozólag, nyitott füllel, nyitott szemmel jár.